Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake thoughts on the river. Na sziasztok, srácok! Nagyon sok mindenről beszélgettünk már a futballnak a kapcsán. Viszont egy dologról még nem igazán volt szó, és egy picit egyre jobban mostanában kezdek így belemélyülni ebbe a témába, és ezek nem mások, mint a cipők. Régen, amikor aktívan futballoztam, akkor nagyon-nagyon cipőbúzi voltam, és rengeteg csukám volt, és úgy gondoltam, hogy most akkor ide foglalkozni egy picit a cipőkkel. Ez a videó, srácok, a Fürgenyúszi srácoknak a támogatásával jöhetett létre, ugyanis náluk is lesz Black Friday, és a Black Friday mellett még Black Saturday is konkrétan, mert pénteken és szombaton is fut náluk ez az akciós biznisz. Ide magam mellé berakok egy-két dolgot, ami ez alatt a péntek és szombati nap alkalmából a srácoknál nagyon jó áron megtalálható, főként én a cipőket ajánlanám elsősorban, ugyanis az Adidas csukákon 50%-ot is kasszálhattok. Ez nyilván főként azoknak lesz nagyon frankó, akik tényleg űzik ezt a sportot, és hasonlóképpen cipőbúzik, mint én. Még egy nagyon fontos infó, srácok, van a Fürgenyúszisok srácoknál egy nagyon frankó kis újdonság, egy chatbotnak nevezett valami, ami abból áll, hogy Messengeren, hogyha fölveszed ezt a chatbotot, ezt mindenképpen ezt is leteszem a leírásba, és feliratkoztok erre a messengeres beszélgetésre, úgymond, akkor mindig küldi nektek az aktuális akciókat. Ez olyan, mint a hírlevél e-mailben, csak ugye itt első kézből kapod meg, mert én is úgy vagyok vele, megmondom őszintén, hogy az e-mail hírleveleket általában törlöm, viszont ez egyből jön Messenger, és egyből láthatod, hogyha van valami akció náluk, úgyhogy azt is érdemes megcsekkolni. Meg hát ide betettem ugye az előbb azokat a dolgokat, amikre érdemes figyelni, úgyhogy pénteken és szombaton csekkoljátok le az oldalt, aki esetleg új cipőre vágyik, de nem akar érte több 10 000 forintot kifizetni, akkor neki most itt a lehetőség a Black Friday alkalmából, hogy ne ott tesz a leírásba. És a mai nap egy olyan videót fogunk megnézni, amiben hát számotokra is talán és számomra is híresebb futballistáknak a cipőjét fogja bemutatni ez az aktuális videó. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy nektek melyik a kedvenc csukátok, és nagyon nem szeretek belemenni az ilyen márka buziságba, mert én nem vagyok ilyen. Általában FIFA-ban is, és élőben is azt a cipőt választom, amelyik tetszik jobban. A márka annyira nekem nem szokott így mérvadó lenni, ugye a két piacvezető Adidas és Nike között általában nem szoktam nagyon így válogatni, és azért ez, mert azért, hanem az, amelyik jobban tetszik. Mindenképpen így a videóban látható cipők közül is írjátok meg, hogyha van kedvencetek, én is el fogom dönteni, vagy ha esetleg van valami olyan csuk, amit nagyon régóta használtok, és nagyon-nagyon tényleg profin illeszkedik a lábatokra, és mondjuk a Ronaldónak érzitek benne magatokat, én kíváncsi vagyok, hogy ki milyen csukát szeret hordani, ugyanis hát nem mehetünk el a cipők mellett, mondom még egyszer, mert ez olyan, mint a biciklisnek a biciklije. Nagyon fontos a cipő szerintem, úgyhogy nézzük is a videót, és nézzük, hogy ki milyen csukát hord a futballvilágban. Nos, bam! Paul Pogba, a francia világbajnok, egy Predatorban feszül, egy fekete Predatorban, aminek nem tetszik az oldala, megmondom őszintén, ez az ilyen halvány, sárga árnyalat oldalt annyira nem jön nekem át. A cipő maga tök fasza lenne, de nekem az a szín kombináció nem tetszik. Luka Modrićnak, világbajnok második helyezett horvát klasszis középpályásnak, egy zöld Mercurial, én nekem nagyon-nagyon-nagyon nagy kedvenceim. Megmondom őszintén, az ilyen nagyon rikító, erős színű csukák, nekem régen is egy Mercurialom volt, nem pont ez a fajta, de nagyon sokáig egy Mercurial stoplist használtam. Ramosnak egy egyszerű fehér tiempója van, semmi extra, nekem ez egy ilyen casual, még ha nem is az, nekem nagyon ilyen casual valami. Már néha jól tudom, ő nem Nike-ot és Adidas használ, igen, neki egy New Balance-a van, én ezt ismerem nyilván ezt a márkát. Nem is olyan rossz. Nem is olyan rossz ez az átmenetes megoldás, ez tetszik főként az, hogy rózsaszín van, ami nagyon cipőben buzia vagyok, futballcipőkben, az ilyen nem egyszerű cipőknek, mint például a Marcelónak a magisztája. Nagyon szeretem a full egyszínű cipőket, lehet fehér, nyugodtan, de az ilyen, mint például a Marcelónak a magisztája, az agya nekem nem jön be, megmondom az őszintét. Griezmannnak egy pumája van, hát ilyen csukát még nem láttam, és megmondom őszintén, nem is tetszik annyira nekem. Olyan, mint hogy a lukacsos lég áteresztős lenne ez a valami. Ez a Puma, ez nekem egyáltalán nem tetszik. Edinson Cavani-nak a Hypervenomja. Ugye ez, hát már jó régóta mondjuk benn van ez a divatbe, ez a magas zokni száras, nem is tudom, hogy minek mondják. Ugye én egy ilyen cipőt kaptam a Fürgenyúszi srácoktól. Még nem tudtam rendesen használni, de kíváncsi vagyok, hogy mennyire más az, hogy ott az, aki zokni és úgy tartja a lábad. Kanténak egy teljesen fehér Adidas X nevezetű csukája, hát majd nem teljesen fehér, ahogy látom, ez akkor lenne tökéletes a cipő számomra, hogyha full fehér lenne, egy kicsit ilyen mustárszínű beütése van, annyira nekem ez se jön így át. Benzemának is Adidas X-e van. Képen se tetszik, tehát van egy fehér zokni a Benzemán, és egy picit mégis a csukában van egy ilyen kis halvány mustárszínű effekt, ez annyira nekem nagyon nagyon kiesik. A Tiempo, mint ahogy mondottam is, Alisson Tiempoja, nekem ez nagyon ilyen casual csuka. Nekem is van egy Tiempom, ugye a narancssárga feketém, de ez egy ilyen casual cipőnek gondolom, annyira nem a kedvencem. Is megérkezik a Mercurialom, a zöld vagy neonszínű Mercurial. Hát én azt mondom nektek, hogy ugye Modrićnál is hasonlót láthattunk. Én szerintem ez a Mercurial, ez nekem nagyon-nagyon elviszi, és én nekem szerintem már most mondom, hogy ez az egyik kedvenc csukám. Rakitićnek láttam ezt a rózsaszín Predatort, nagyon-nagyon tetszik, ez lenne talán a második helyezett én nálam. Gyönyörű ez a csuka, nekem nagyon-nagyon tetszik, elképesztően szép. Talán még versenyezhetne is azzal a zöldemmel. Salahnak szintén az X van, viszont a képen mondjuk ennek nincs az a mustárszínű beütése, ahogy látom. Úgyhogy innen is egy óriási pluszpont Salah csukájának. Oblakon szintén egy Tiempo van, de csak ugye más szín összeállítás, mint az előzőek. Nem mondom, hogy rossz cipő egyáltalán, csak tudjátok, hogy én nagyon ilyen, tényleg egy ilyen casual ember vagyok, és nekem konkrétan a kinézet az, ami számít, ugyanis ugye nem vagyok aktív futballista, mint olyan. Nemezizt is látunk, Firmino Nemezise, szürke, hát a szürke az nagyon nem az én világom, mármint itt cipőbe, úgyhogy nem hordanám a Nemezist, vagy Nemeziszt, kinek hogy tetszik. Kevin De Bruyne-nek a kék-fekete fantomja. Na ezt a csukát ezt nem ismertem eddig, viszont rettentően tetszik. Nagyon-nagyon szép. Nagyon gyönyörű volt ez a kék Nike cipő, azt a mindenit neki. Marcelónak az X-e ugyanúgy. Az X ez nagyon-nagyon nagyon-nagyon közkedvelt lehet akkor ezek szerint. A De Bruyne-nek az a kéke, azt szerintem a harmadik helyre nekem be is ugrik. Agüero, nézzük. Agüero-nek egy Puma van. Pumát is most látunk ugye először, azt hiszem, vagy talán másodszor. Nagyon érdekes, kicsit ilyen high-tech érzésem van ettől a cipőtől. Annyira nem is jön be, megmondom őszintén. Ismételten egy Tiempo, ismételten egy kék Tiempo, ugye, mint azt hiszem Oblakon volt kék, de talán neki egy picit másik színű. A Tiempóról is beszéltünk már rengeteget. Eden Hazardnak megérkezik a zöld Mercurial, ugyanúgy, ahogy a Modrićnak is, meg ugye még egy embernek volt. Ez már a harmadik, de egy harmadjára látván is. Ott a Youngnak is az van amúgy a képen, ha jól láttam. Luis Suárez és az ő Puma Future cipője. Ugye ez a lyukacsos valami. Mindjárt le is vonatunk igazából a következtetéseket már. Nézzük Lionel Messit. Ő még nem volt, ugye egy nevezést használ, azt ugye nagyon sokan tudjátok is. Bár már ugye neki saját van, tehát neki ugye már bele is van a neve is ugye írva. A nemezisébe gyönyörű ez a cipő. Nagyon-nagyon szép. Nézzük a másik világsztárt, a színész urat. Neymaron pedig ugye a zöld Mercurial. Nagyon sokat, ha bár mondjuk már én a mostani időben már másik cipőt láttam rajta, de egy utoljára látva is ez a cipő számomra a best. Ronaldo pedig egy utoljára, ő pedig egy magasabb szárú Mercuriát használ elvileg, bár ő rajta is. Ő sokszor láttam például full fekete csukát, bár ezek a focisták szerintem mindegy, meccsen maradt, de másikat vesznek föl. Hát srácok, nagyon sok gyönyörű cipőt láthattunk a mai nap. Ne felejtsetek el srácok, hogy a Fürgenyúszinál brutális Black Friday-es leárazások lesznek. A cipők közül az Adidas csukákra hívnám fel a figyelmet, ami Instagramra posztoltam még múltkor. A Predator 18-3-as csuka is például féláron lesz, ami nagyon durván jó, úgyhogy hát, hogyha szeretnétek egy olyat, mint ami nekem van, akkor itt a lehetőség. De csekkoljátok meg, aki éppen új cipőre vágyik, mert rengeteg frankó action van náluk, úgyhogy innen is köszönöm szépen a Fürgenyúszinek ezt a kis kombót, ezt a kis együttműködést, remélem srácok, hogy nektek is tudtam segíteni, és nagyon jó áron fogtok majd beszerezni valami csukát a következő szezonra, és abba veritek majd a gólokat 1000-rel. Úgyhogy köszönöm figyelmet, srácok, találkozunk, hogy legközebb ne fessetek el veretni egy lájkot a videóra, és találkozunk a Twitchen, vagy majd egy következő videóban, lehetek jók, és sziasztok!